mindig jó dolog ma debrecenének lenni az időjárás ellenére. Ugye ennek a városnak a polgárai mintegy 500 éve büszkék az egyetemükre, és bő 100 éve büszkék a sportra, ami Debrecenben hagyományosan fejlett. Na most itt van mind a kettő. A Debreceni Egyetemen átadunk egy csodálatos sportlétesítményt. Előtte az aranycsapat oszlopos tagjának, Buzánszky Jenőnek a szobrával. Ugye Buzánszky Jenő szobra az idős Buzánszky Jenőt mutatja, azt a 10 évet hivatott szimbolizálni, amit Jenő bácsi a Debreceni Egyetemmel nagyon szoros együttműködésben töltött el. Előadásokat tartott, nevelte az ifjúságot, ugye a Debreceni labdarúgókupát is róla nevezték el. Egy évben 3-4 járt Debrecenben, nekem még volt alkalmam kezet szorítani vele, és a poharainkat összecsendíteni 2014 végén. Az aranycsapatnak és Debrecennek van egy nagyon furcsa, számomra nagyon, nagyon furcsa azonossága. Ugye ez a csapat ott volt a világ tetején, úgy, mint csapat. Debrecen jelentős részben azért tartott, ahol tart, mert a város, az egyetem, a vállalatai, a sportolói szintén csapatban tudnak játszani. Ez kiemeli a szürkeségből, megnemesíti az együtt végzett tevékenységet. A másik nagyon lényeges dolog, hogy mit szimbolizál Buzánszky Jenő szobra a sportlétesítmény előtt. Ugye ő középcsatárként kezdte, utána a Buzánszky Lóránt Lantos hármas az aranycsapat legszilárdabb, kirobbanthatatlan része volt. Ő volt az, aki semmilyen külföldi csábításnak nem engedett, végig Magyarországon élt, és hozzájárult ahhoz, hogy az 50-es években egy megalázott, porba sújtott, kifosztott, tönkretett, idegen hatalmak által felügyelt ország nemzetközi reputációt vívjon ki magának. A magyar polgárnak abban az időben nem nagyon volt más lehetősége arra, hogy kihúzza magát, mint a sportolóinak a teljesítménye. Ez az aranycsapat, ezt adta Magyarországnak, Buzánszky Jenő egész élete így telt el, és azért áll itt a szobra, mert ez a fajta mentalitás, ez a fajta erkölcsi tartás, önfeláldozás példaként kell, hogy szolgáljon a debreceni diákoknak, a debreceni polgároknak, és mindenkinek, aki ebbe az épületbe belép. Jó csatárok nélkül nem lehet nyerni, viszont ha hiányoznak a jó hátvédek, akkor veszít az ember. Ezért a csapat minden posztján a legjobbak, az adja ki az aranycsapatot. Itt sokan vagyunk, akiknek megadatott az a nagyszerű élmény, hogy ismerhették Buzánszky Jenőt. Azt is mondhatnánk, hogy alig ment el, már újra itt van, bronzba öntve. És ez nem véletlen, hogy így van, mert nem csak a sokaknak az ifjúsága, aztán a legenda továbbélése a mi fiatalságunk idején az, ami az aranycsapatot elfeledhetetlenné teszi, hanem hogy itt sokkal többről van szó, mint sportteljesítményről. A sportteljesítmény nagyon fontos, de mit ér a sportteljesítmény az emberi személyiség nélkül? És akik ismerhettük Jenő bácsit, mondhatjuk azt, hogy ott volt a személyiség. Személyiség és sportteljesítmény, személyi varázs, erkölcsi kiállás és tudományos eredmények, ezek összetartoznak, és a Debreceni Egyetemnek az életében is össze kell, hogy tartozzanak. Ez a szobor azt is szimbolizálja itt emellett, vagy ezelőtt az új nagyszerű épület előtt, hogy nem kívánjuk elfeledni, nem kívánunk túllépni mindazon, amit az elődeink építettek, amit az elődeink létrehoztak, tudásban, épületben, kutatási eredményekben, teljesítményekben, erkölcsi teljesítményekben is, hanem erre szeretnénk építeni.
Jenő bácsi a példakép a humanizmusnak, az embernek és az ember szeretetének. Nem hiszem, hogy bárki is valami rosszat gondolhatott volna róla. Sugárzott róla a tisztesség, a becsületesség és a szolgálat, a hazaszeretet. Azt hiszem, mi mindannyian élsportolók, bennünket az eredmények elérésével rettenetesen motivál az, hogy értünk egész Magyarország itthon és külföldön, és a magyar emberek drukkolnak, hogy eljöjjük. És a Jenő bácsi is azt gondolta, többször beszéltünk róla, hogy nekünk, amikor befejeztük a pályafutásunkat, illik szolgálni, és illik visszaadni abból, amit kaptunk ettől a névtől. Én azt gondolom, hogy a szobor méltó helyre került itt Debrecenben, ahol Debrecen egy szívemhez közel álló város, igazi magyar város, és Buzánszky Jenő igazi magyar ember volt. Szeretnék üdvözölni mindenkit, aki ma eljött. Mint édesapám fia, Buzánszky Jenő, szeretnék köszönetet mondani azoknak, aki ennek a szobornak az állításában részt vettek és segítkeztek. Azt hiszem, kevés ember van az országban, aki megéli, hogy még egy év sem telt édesapja halála óta, és már utcát, szobrot avatnak róla. A legendás aranycsapat hátvédjeként vált világszerten ismerté, de a fiatalabb generáció már inkább Jenő bácsiként ismerte. Jenő bácsi, aki sokat tett a magyar futball újbóli felemelkedéséért, és aki bár nem élhette meg, de hitte, hogy kijuthatunk az EB-re. A legfiatalabb ovis korosztálytól az amatőr kispályás focin át a nagy futballig mindent szemmel tartott, soha nem volt rest elmenni egyetlen helyre sem, ahová hívták, legyen az határon innen vagy túl. Ide Debrecenbe is nagyon szeretett járni, büszke volt az egyetemi kupára. Talán van olyan is, akit semmi sem lát benne. Az apát csak én látom benne. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen ember fia lehetek, akinek öröksége az a magasztos hagyaték, amelynek szellemiségét magától értetődő kötelességem fenntartani, dicsőségét tovább öregbíteni. Kérem, hogy a most felavatott Buzánszky emlékszobornál helyezze el koszorúját Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter. Szívási Zoltán a Debreceni Egyetem rektora, Bács Zoltán a Debreceni Egyetem kancellárja és Kósa Lajos országgyűlési képviselő. Ifjabb Buzánszky Jenő és felesége a család képviselője. Kamuti Jenő, a Magyar Olimpiai Bizottság képviselője. Kollát József, az Aranycsapat Öröksége Alapítvány főtitkára. Dunai Antal, a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője. Magyar Zoltán és Kozma Mihály, a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa védnökei, valamint Kulcsár Zsolt szervező.
77 év után elkészült az egyetemi tornacsarnok, ami nem is egy tornacsarnok, hanem sporttudományi oktatóközpont, hiszen azóta a világ nagyon sokat fejlődött. Ma már a sportgazdaság, a sport a GDP-hez való hozzájárulásban is mérhető adatokat produkál. Az Európai Unió szintjén közel 5%-ot, ami a mezőgazdasági GDP hozzájárulással közel azonos arányú. Magyarországon ez még csak 1,1-1,2%, tehát óriási fejlődési pálya áll előttünk. Azt hittük 10 évvel ezelőtt, hogy egy évtizedes álmot fogunk egyszer megvalósítani, de az előbb idézett gondolatok alapján több évtizedes, közel 80 éves álmot valósítottunk meg, amiért köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek. Köszönet a 2011-es tervpályázatban résztvevő bizottságnak, tehát 4 évvel ezelőtt már foglalkoztunk, megterveztettük, engedélyes és kiviteli terveket készítettünk. Köszönet az EU forrásokat kezelő minisztériumnak, állami szervnek, hiszen olyan pályázatot írt ki, amire mi jelentkezni tudtunk. Méghozzá rekordokat döntögetve, hiszen 2015, tehát ez év januárjában nyújtottuk be a pályázatunkat, került elbírálásra, bonyolítottuk le a közbeszerzést, tettük le májusban az alapkövet, és ma pedig novemberben avatjuk ezt a létesítményt, ami azt gondolom, hogy példázza azt, hogy ha valaki tudatosan készül, és valamit meg szeretne valósítani, azonnal le tud csapni a lehetőségre, és képes rövid idő alatt nagyot alkotni. Azt hiszem, ezt itt ma bizonyítjuk. Köszönetet mondtam a forrásokért, a kivitelezésért, és mindenkinek, és a hallgatói önkormányzatot is szeretném kiemelni, hiszen ennek a létesítménynek a beruházásán túl a telep többi részének a felújításában, szisztematikus javításában több 100 millió forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy műanyag atlétika pálya készüljön, új lelátó készüljön, a műfűves pálya felújuljon, teniszpályákat pótoljunk, más egyetemi kampuszokon javítsuk az infrastruktúrát, talajcseréljünk, öltözőket újítsunk fel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is példázza, hogy a Debreceni Egyetem komplex egymásra támaszkodó együttműködése az példaszerű, és nem csak belül, hanem kívül is, hiszen a várossal közös sportstratégiát is alkotunk. Ez a létesítmény nem csak a sportolást, hanem az oktatást, a tudományt is szolgálja a magyar nemzet érdekében, és itt kezdi meg működését az idén nyáron megalapított Sporttudományi Koordinációs Intézet. Nagyon hálás vagyok a Debreceni Egyetemnek, hogy a város számára stratégia jelentőségű ágazat esetében, a sport esetében is ott áll a város mellett. És egy olyan egyetemünk van itt Debrecenben, amelynek országos kihatása lehet a sportfejlesztésekben. Nem az infrastruktúrálisban elsősorban, bár itt most annak örülünk, hanem a sport szellemi és tudományos hátterének megalapozásában. A Debreceni Egyetem fölvállalta azt a missziót az országban, most talán nyugodtan mondhatom, egyedülállóan és kiemelkedő jelentőséggel, hogy beáll a magyar sport ügye mellé az oktatás hátterével. Hiszen nem lehet eredményes sportot csinálni, megvalósítani Magyarországon, hogyha a szakembereink nincsenek a legkorszerűbb tudással fölvértezve. Ezért is gratulálok a Debreceni Futball Egyetem megálmodóinak és létrehozóinak, akik ide hozták az elmúlt hetekben Debrecenbe a világ futball szakmájának utánpótlás képzés tekintetében a vezetőit, színejavát, és a magyar futball szakemberek itt hallhatták, tudhatták, ismerhették meg a nálunk most még sikeresebb, reméljük már nem sokáig sikeresebb futball nemzetek nagyjainak tudását. Én szívből gratulálok a Debreceni Egyetemnek ehhez a fejlesztéséhez, és kívánom azt, hogy váltsa be, töltse be ez azt a funkciót, amelyet szántak neki. A Debreceni Egyetem értékteremtő munkája, példaértékű is nagyon segít, nagyon sokat segít a városnak saját elképzelései megvalósításában. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a Debreceni Egyetem egy olyan sporttudományos modellt képvisel az országban, hozzáteszem egyedülálló módon, amely a sportot a többi tudományterülettel egyenrangú ügyként kezeli, ennek megfelelően áll hozzá a sporthoz, annak a tudományos fejlesztéséhez, az egészség
fejlesztéséhez, a közösség fejlesztéséhez, és nagyon fontos, hogy az élen jár az egyetem a sportlétesítmények fejlesztésében, legyen szó a labdarúgó akadémiáról vagy sportcsarnokról. És hogy mennyire felemás a világ, milyen érdekes, hogy az az egyetem, ami a legkomolyabb sporttudományos infrastruktúrát és intézményrendszert fejleszti ki és üzemelteti, annak például nincsen testnevelő képzése. Egy olyan világban, amikor tudjuk, hogy a mindennapi testnevelés bevezetésével a testnevelők iránti igény az egyre növekedni fog, és szándékosan testnevelőt mondok, de mutatnánk embernevelőt is, mert pontosan olyan felfogású testnevelőkre kell gondolnunk, akik nem csak a testi teljesítmény, de a tanulóknak az egyéni és a személyiség fejlődési egyeit is képesek valami módon pozitív irányban befolyásolni. Úgyhogy sok még a teendő, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb arra is sor kerülhet, hogy a Debrecen Egyetemen a szó legkorszerűbb értelmében testnevelő képzés is folyjon. Az pedig, hogy a jó 31 néhány ezer egyetemi polgárnak újabb sporttanási lehetősége van, beleértve egyébként a debrecenieket is, az csak öröm lehet. A mai ünnepség a Sporttudományi Oktató Központ és Sportcsarnok átadása maga is egy győzelem, és jelentős lépés az újabb győzelmek felé. Az újabb győzelmeket azoktól várjuk, akik majd itt tanulnak, tanítanak és sportolnak. Ez a sportközpont Debrecen újabb büszkesége. Éppen az előbb hallottam Kósa Lajostól, hogy 72 ezeren tanulnak naponta Debrecenbe. Ez a 72 ezer fiatal közül természetesen nem mindenki debreceni, de mindenki Debrecenben sportol a tanulmányai alatt. Úgyhogy bizony nagy szükség volt erre az új létesítémre. A rektor úr azt mondja, hogy találkozzunk a sportcsarnoknál, hogyha én debreceni lennék, voltam egy időben, akkor visszakérdezzék, hogy de mégis melyik sportcsarnoknál? Mert már hála Istennek nem egy, meg nem is kettő van ezekből a létesítményekből. Amikor én 2012-ben aránylag váratlanul kineveztek miniszternek, akkor két napos miniszter voltam, és fölhívott a miniszterelnök úr, és azt mondta, hogy Zoli, helyette dolgozom. Mondom, miért? Mert ha elfelejtetted volna, te vagy a sportminiszter is, és én Debrecenben én adom át helyetted az érmeket az Európa-bajnokságon. Úgyhogy azóta megtanultam, hogy Debrecenbe sportügybe el kell jönni az embernek, hogy ne kapjon a barátaitól, a polgármestertől, vagy éppen a miniszterelnöktől dolgálást. A lényeg mégiscsak az, hogy gyönyörű ez a létesítmény. Gratulálok a városnak, az egyetemnek. Gondoljanak arra, amit annak idején Klebersberg Kuno mondott, hogy a sportban és a kultúrában együtt, ahogy ezt hallottuk, abban van egy nemzetnek az ereje, és a lényeg az mégiscsak az, hogy összetartó, értékes közösségek jöjjenek létre.